Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Isten igéjét fogjuk elővenni. Remélem, hogy érdekel benneteket a Biblia, a különböző bibliai történetek. Tudjátok, hogy rengeteg érdekes történet van a Bibliában, és tanulságos is, sőt, ami életünket is áthatja. Ez alkalommal Éváról meg a kígyóról fogok beszélni veletek. A Mózes első könyvében, a második részben olvashatunk erről, meg majd a következő részekben is. Ádám és Éva nagyon boldogan éltek. Isten megteremtette őket, és egy gyönyörű édenkertbe helyezte el őket, ahol gyönyörű virágok voltak, fák, minden fenyőfa. Akkor volt ott tujafa, körtefa, meg volt barackfa is. Hú, gyerekek! És Ádám, képzeljétek el, felmászott a barackfára, és dobott Évának egy nagy barackot. Nem ilyen kis pici barack volt, hanem olyan jó nagy barack. Akkor még az édenkertben olyan nagy barackok teremtek. És Ádám vidáman beleharapott a barackba, és jó volt. Évának is csillogott a szeme az örömtől. Megették a finom barackot, egymásra néztek, és akkor elkezdtek énekelni. Nagyon szépen énekeltek, úgyhogy még a tücsöknek is földbe gyökerezett a lába, és csodálattal hallgatta, ahogy Ádám énekelt, és ahogy Éva énekelt. Nem tudom, hogy nektek milyen hangotok van, hogy tudtok-e énekelni, biztosan, hogy tudtok, biztos, hogy szép hangotok van. És olyan jó az, hogyha énekelünk, pláne, hogyha egymásnak örömet szerzünk az éneke, és mindenek előtt, ha Istennek énekelünk. Tehát nagyon boldog volt Ádám és Éva. Amikor beállt az este, hát tudjátok, nem volt televízió, nem volt okostelefon, semmi nem volt. Lefeküdtek a madarakkal együtt. De Éva korán felébredt. Ádám még aludt. Hú, orkult. Olyan erősen, hogy a fűszálak is ide-oda. Ide-oda hajlottak, mert ahogy horkolt Ádám, még a füvek is elhajoltak. Éva úgy gondolta, hogy fel kell, szép, finoman, nem zavarja meg Ádámot az álmában, fel kell, és egy nagy sétát tesz a kertben. Majd megnézi az alvó madarakat, az alvó medvéket, az alvó kutyákat, az alvó majmokat. Ment, elindult sétálni, illegette magát, aztán megállt, megigazította a haját, és nagyot ásított Éva. Aztán tovább ment, a puha fű meghajlott a talpa alatt, és Éva sok mindenen gondolkodott, visszagondolt arra, amit Ádámmal beszéltek, visszagondolt arra, amit Isten mondott nekik az előző nap,
Gondolkodott, a haját igazgatta, sétált, egyet jobbra lépett, egyet balra, nagyon felszabadult volt, és aztán futásnak erett, ide-oda ugrott, nagyokat ugrott, boldog volt, élvezte. Éva élvezte a gyönyörű édenkertnek az illatát. Mert hát, tudjátok, hogy az édenkert nagyon szép volt, gyönyörű virágok voltak benne, és különleges illatuk volt. Hát aztán jó nagy sétát tett Éva. Már úgy gondolta, hogy megáll, leül egy fa alá, és gondolkodik. Hát, amint sétált Éva, képzeljétek el, hangot hallott Éva. Szokatlan volt. Ő a férje hangjához szokott, Ádám hangjához szokott, az Isten hangjához szokott. Ez egy más hang volt. Hát, kinek a hangja lehet? Körülnézett. Nem látott bizony senkit. És újra hallott hangot. Valami ilyen mondat is volt, hogy Éva, figyelj csak! És gondolkodott, furcsa ez a hang. Hát ez a hang, ez nem hasonlít az Ádám hangjára. Hát Ádámnak olyan finom, lágy hangja van, olyan szépen kimondja a szavakat. Ádámnak szép hangja van, és hallotta, újra egy hangot hallott, és hogy ez a hang, ez minthogyha sziszegett volna. Sziszegett. Furcsa ez a hang, amit hallok, mondta Éva. Sok a sziszegés benne. Hát ez nem a szamár hangja. A szamár nem szokott sziszegni, lihegni szokott. A fülével kalimpál, a hátsó lábával rúg egyet, és néha ad ki hangokat, de az I betűvel kezdődik. I, A. Mindig I betűt mond meg, A betűt. I, A. De hát, a szamár nem sziszeg. Hát, most már nagyon izgatottan körülnézett Éva. Ki beszélhet hozzá egy sziszegve, ilyen sziszegő hangon? Ahogy megfordult, hát, a háta mögött egy nagy, hatalmas kígyó volt. Egy kígyót látott. Tekergett, illegette magát, forgatta a szemét, és tátogatta a száját. Né, hát, mit akar ez a kígyó? Hát a kígyó udvarolni akart Évának. Dicsérte őt. Mi van, Éva? Unod magad? Hol van a férjed? Gyere, én elvezetlek egy helyre, ahol jól fogod érezni magad. Ott nem unod magad. És akkor ott egy kicsit beszélgetünk. Jó, Éva? Te milyen szép vagy, Éva?
szép a hajad? Hm? Kedvesen tudsz mosolyogni? Ha-ha. Nem ennél egy nagy finom almát? Ho-ho. A többi almának nincs ilyen jó illata, mint mutatok neked egy fát. Hát én is erről a fáról szoktam enni, mondta a kígyó. Hát, mi is történt? Megdöbbenve hallotta ezt a beszédet, szembenézett a nagy kígyóval, nagy szája volt, nagy szeme volt, és a nyelvét öltögette. Öltögette a nyelvét, és sziszegett. Gyere csak velem! Sziszegett egyet a kígyó, és mondta, figyjuk a Évi! Látok, látod azt a csodás fát? Ott a kert közepén, látod? Ugye milyen szép? Menjünk oda! Leülünk ott, iszunk egy pohár bort. Ha nem tetszik a bor, hozatok neked mustot. Na, mit szólsz hozzá, Évi? Beszélgetünk, és megkínállak a világ leg, a világ leg finomabb almájával. Na de előbb ígyunk, igyá, én is iszok. Nézd csak ezt a fát. Nézd a levelét. Évi, nem volna kedved leszakítani egy almát arról a fáról? Vagy azt gondolod, hogy túl magasan van? Ó, én segítek. Én bakot állok neked, úgy meggörbítem magam, és feltúllak téged, hogy elérd a leg és legszebb almát. És hát ennek mégis más íze van. Tudod, Évi, hát a piacon, amit a kofák árulnak, hát az egy hetes alma, férges is. Ez pedig friss. Ez az alma ingyen van. Hát hova gondolsz, kígyó koma? Én almát lopjak? Isten azt mondta, hogy erről az almafáról tilos enni. Értesz engem, kígyó koma? Tilos! Én nem leszek engedetlen Istenhez. Isten szeret engem. Miért szomorítanám meg? Ó, Évikém, te egy nagyon naív lány vagy. Biztos vagy abban, hogy szeret téged az Isten? Hát nem kell az Istennek minden szavát komolyan venni. Hát Isten egy olyan, mint egy szenilis öreg asszony vagy ember, aki hát nem is fogja észrevenni, vagy ha észrevesz is, elfelejti. De észre se veszi, hogy egy almát leszakítasz. Hát abban nincs semmi. Még a csőszök is meg szokták engedni, hogy valaki egy almát levegyen a fáról. Nem azt mondom, Évikém, hogy itt szedjük le az összes almát, és főzzünk belőle lekvárt. Hát kicsi Évikém, figyelj csak! Csak egy almát vegyél le. Csak egy almát.
Olyan sok alma van rajta, hogy még Isten se veszi észre, hogy almát, egy almát, hogy egy almát leszakítottál róla. Ugyan már, Évi, vedd le, harapj bele. Harapj bele, és meglátod, megérzed, milyen jó íze van, és sokkal boldogabb leszel, ha eszel egy ilyen almát. Így én nekem. Nem fontos olyan vallásosnak lenni, meg mindig bújni Isten dolgait. Egy kicsit lazítsál, Évi. Na, na, próbáld meg, harap bele, vedd le, vedd le. Na, itt megállok, gyerekek, és majd aztán, ha Isten is éltet bennünket, majd a jövő héten folytatjuk, hogy mi történt a kertben.